Szép napot, Szombathely! Hát verőfényes a délutánunk is még, azt hiszem, hogy kell is, hiszen javában nagy a készülődés a karneválra. Egy picit majd képek során kilátogatunk, elviszük Önöket a különböző helyszínekre, megnézzük, hogy hogy állnak az építkezésekkel. Na de van három érdekes témánk, íme itt látnak előttem Mészkőből szoboregységeket, nevezzük így, de majd beszélgetünk arról, hogy ezeket a kis töredékeket sérülten találták az Evangélikus Egyház felújítása során, és azokkal a mesteremberekkel beszélgetünk itt a stúdióban, akik ezeknek az eredet, vagy mását, hasonmását, de szinte úgy néznek ki, mint az eredetiek lennének, elkészítették. Aztán beszélgetünk majd arról, hogy dr. Kuntár Lajosnak, aki éppen 100 évvel ezelőtt született, emléktábla készül majd reményeink szerint, és a dr. Kis Gyula Egyesület reménye szerint is összejön majd ez a tábla. És hát a vágy villamosáról is beszélünk, vagy beszélgetünk majd egészen pontosan Vágy a villamosra címmel, hiszen a Génius Savarensis Szabad Egyetem a szombathelyi villamos nál egy kiállítás nyit meg éppen adásunkkal egy időben, és a későbbiek során ott majd előadás sorozatok lesznek, ezekről is beszélgetünk a mai adásunkban. Csupa érdekes történetet eltik, tehát maradjanak velünk, mi azonnal indulunk, hiszen minden idő fontos, mármint a jó idő is, gondolom én, nézek én Barták Csabára, képzővész szobrász restaurátorra, akit köszöntök nagy szeretettel, és Heitler Andrásra, aki festményrestaurátor és a Szombathelyi Evangélikus Egyház az presbitere. Jó estét kívánok, köszönöm, jó hogy estét, elfogadtátok kíván, a meghívásunkat. Ugye én úgy konferáltam fel, hogy az Evangélikus Egyház a templom felújítása során kerültek, ugye hát elő, hát lehetett látni, hogy nincsenek jó állapotban ezek a kis szobortöredékek. Minek lehet ezeket neveznünk, András? Ez egy oszlop fejezete, amit előttünk van. Sok volt ebből? Igen, hát... Ha szabad egy picit a történeti kezdetekről, ez visszacsatolnom, bár itt a városi közönség valószínű, hogy a már úgy májusban elindult felújítási munkákról többször értesülhetett, és sokszor hallhattuk, de én azért elismétlem, hogy a templomunk, tehát a Szombathelyi Evangélikus templom, ez 1895-96-ban épült Ludwig Schöne építész tervei szerint, és az ő terveinek is a része volt, hogy gyönyörűen szépen megrajzolt kiviteli tervek maradtak fenn az ő irodája jóvoltából, tehát az ő tervezői munkája eredményeképp, ahol már ott a rajzokon ott vannak azok a kis épületszobrászati elemek, amelyek közül egyet láthatunk itt. Hát nem is számoltuk végig, a rajzok alapján végig lehetne számolni, illetve be is vannak számozva a dokumentáció számára, de nagyon sok van ezekből, különféle formájúak, amiket annak idején Műkőből öntöttek. Egy-két elem volt, ahol valódi követ használtak, így például a templom főhomlokzatán a bejáratok fölötti nagy félköríves zárodású domborművek, ez kiderült, hogy ezek valódi kőfaragványok. Ez hogy derült ki? Ugye, mert eredetileg úgy tűnt kívülről, mintha gipszből lennének, gipszből készültek volna. Igen, hát én ugye szakmám szerint festőrestaurátor vagyok, és tehát a szobrász ügyekben én annyira nem folytam bele, de még 2009-ben a homlokzati színezéseket én kutattam, hogy megfogható-e valahol, hogy milyen színű volt eredetileg a templomunk, milyen színre festették, és hát akkor én is belenyúltam a domborműveknek a festék rétegeibe, ahol hát a kis kutatóablakokban mindenütt sikerült egy gipszes anyagba belenyúlni, úgyhogy azt feltételeztük, hogy hát ezek gipszöntvények. Most a feltárás során, amit ugye a kőszobrász-restaurátori munkákat hadd említsük még meg itt a kollega nevét, Módi Péter vezeti, a Barták Csaba kollega az ő munkatársa. Tehát most, hogy elkészült a feltárása a domborműveknek, most derült ki, hogy ezek a gipszes részek, ezek már későbbi javítások voltak, tehát az eredeti anyag az kő.
Míg a nagyon sok, egyébként nagyon igényes, de erről majd Csaba beszéljen inkább, mert az ő asztala a plasztika, én festőként inkább síkban gondolkodom, úgyhogy csak csodálom a plasztikus munkákat, tehát hogy ezek nagyon igényes, részletgazdagon megmintázott darabok, amiket formába öntve tulajdonképpen sorozat gyártottak, építettek be aztán a templom homlokzati felületeibe, és ezek közül jó néhány nagyon jó állapotban van, viszont több ezek közül, hát az elmúlt 110-valahány évben igen komolyan károsodott, ennek látunk itt egy kibontott, eltávolított példányát, tehát ahol lehet, ott természetesen javították a kollégák az eredeti felületeket, ahol ilyen erős roncsolással találkoztak, ott inkább a csere volt a megoldás. Előttünk ugye látható ez a sérült rész, illetve itt van Csaba előtt egy gyönyörű, szép, hát utánzat? Vagy minek lehet nevezni ezeket, ez Csaba? Egy másolat. Egy másolat? Mert ugye ez az eredeti példány, itt látni, hogy mennyire sérült, nem lett volna érdemes kiegészíteni, talán nem is. De akár azt is lehetett volna, hogy kiegészítitek? Hát, hogyha ennyire erősen roncsolt, akkor egyszerűbb és hatékonyabb, tartósabb, hogyha egy másolat készül róla. Tehát egy olyan példányról vettem egy szilikongumi negatívot, ami éppen maradt. Azt látjuk itt, így néz ki a negatív. Ez a gipsz kapnia, ez fogja az egészet össze, mert ez ilyen rugalmas, hogy könnyen ki tudjuk venni a formából, és ebbe megy bele a műkő. Ugyanolyan műkő, vagy hát hasonló, mint ami... Nyilván ezzel igazítanotok kellett, ugye? Tessék. Tehát igazítanotok kellett, hát valamit amikor levettétek kellett, róla. Hát igyekeztem a legépebbet kiválasztani, nagyon pici javítások. Uh-huh. Tehát ez egy olyan helyről van, ami ugye el volt dugva, és ezért éppen maradt. Pici javítás kellett csak rajta, csorbaságok. Mennyi ideig készült el ez a minta? Hát a negatív azért az, mit tudom én, talán egy nap lehet. Egy napot dolgoztatok. Igen, mert ugye több formából, tehát több részből van, hogy szét lehessen venni az aláfogások miatt. Tehát igazából itt a tetején ami, van ami még itt egy... van, és amit behoztál megmutatni, ez gyakorlatilag fel is kerül már, akár a napokban, ezt, a helyére? Nem, ezt holnap szeretném. Holnap már fel kerül a helyére. Hogy álltok egyébként ezzel a munkával? Mikorra szeretnétek ezt elkészíteni? Hát nagyon, nagyon szeretnénk a napokba befejezni. Ez azt jelenti, hogy még akár a héten is elkészültek ezekkel? Igen. Mi az, amit mondjuk most nem hoztatok be? Ugye azt tudjuk, hogy ez egy oszlopfő, erre kerül majd valami, mi kerül erre? Nem, erre már nem kerül semmi, ez egy fülkébe megy be. Tehát van egy fülke, és úgy van beépítve. Az oszlopfőkön kívül még miket kellett elkészítenetek? Ugyanebből a sorozatból az ekkora méretű oszlopoknak is a talpát, tehát az indítását, azok közül is nagyon sok rossz állapotban volt, azok közül is sokat újra kellett önteni. Tehát újra, az mit jelent? Mekkora munka volt ez nektek? Hány darabot kellett ebből készíteni? Hát most úgy nagyjából számoltam, hogy 12 körül 12 elemet öntöttünk újra, de amit kiegészíteni kellett, vagy javítani, az nagyon sok. Tehát, hogy mi a második állvány szinten fut körbe, az majdnem, hát nem is tudom, a kollega mit számolt, ilyen 40 fölött van talán. Mi, amit meg tudunk mutatni, és csak azért, hogy a kedves nézők is lássák, hogy mennyi mindent kellett javítani, azok fotón vannak meg nekünk, Heitler András küldte át ezeket a fotókat, ha minden igaz, közben meg is tudjuk majd mutatni a kedves nézőknek ezeket, így, mert itt vannak ezek a felvételek, tehát így képzeljük el, a kedves nézők is így tudják elképzelni eredetileg, hogy ide kerülnek be ezeknek a... Itt ugye látunk egy másfajta motívumot, ami egy ilyen ívsor, ez sok helyen a... fut végig a párkány alatt, na ez jól lehet látni. Ez javítva lett? Vagy ezt pedig újra? Igen. Tehát amit cseréltünk, az teljesen elpusztult. Ó, de szép. Itt az az előbbi oszlop, itt már javítva, hogy ezt Csabáék megcsinálták. Ez nagyon szép, így nagyon szép. Látni, hogy és a kiegészítés. Fölmintázással oldották meg ezt a, tulajdonképpen ez egy szabályos forgástest a lábazat, ezekkel a kis picike konzolokkal. Ugye hát ezek azok a részletek, amiket
távcső és teleobjektív egyéb rendelkezésre áll már a felmérés során, tehát ezeket annak idején is próbáltam teleobjektívvel kifotózni, de akkor láttuk csak igazán a problémákat is, másrészt, hogy ahol szépen megmaradt az eredeti, azoknak a szépségét is, amikor már állt az állvány. Mit láttunk? Itt láttam, Csaba, nagyon mutattál a képre. Ott volt egy hát olyan pótlás, ahol csak egy téglát tettek oda, tehát hogy nem is próbálkoztak kiegészítéssel, hanem egyszerűen egy tégla volt a fejezet helyén. Azt is cseréljük. Az most onnan kikerül, és akkor teljesen... Már kikerült, és már kész is van. Holnap pont ez megy a helyére. Mondd, Csaba, mennyi időtartamot áll ez az anyag innentől fogva, hogy bekerül majd a helyére? Itt száz évben megint lehet számolni? Hát nagyon remélem, hogy igen. Igen, tehát elméletileg bírnia kell ugyanolyan műkő, amit ők használtak. Köszönöm. Azért örülök annak, hogy itt vagy, András, mert egy picit a templom belsőről is kellene váltanunk néhány szót. Ugye a híradónkban is elhangzott, hogy néhány helyütt beázott a templom, és a freskó belül megsérült. Hát ez aztán igazán a te szakterületed. Igen, hát azért is volt már hosszú ideje aktuális a templom külsőnek a felújítása, mert hogy évekkel korábban néhány beázás már keletkezett, elsősorban a tetőnek a rossz állapota miatt. Sajnos most a tetőn végzett munkák idején, hát ugye csapadékos nyáron vagyunk túl, ezt különösebben nem kell részletezni, és hát sajnos ennek nem lett volna szabad előfordulnia úgy egyébként, de megtörtént a baj, hogy nagy esők idején bizonyos helyeken nem volt megfelelően takarva a megbontott tetőzet, még az új pala nem került fel, stb. Hát ez ugye szakipari probléma. És sajnos komoly felületeken beázott újra a festés, ami egy... Ezt ugye a 90-es években, 96-ban, ha jól emlékszem, fejezték be a belsőnek a legutóbbi restaurálását. Tehát már a korábbi beázásoknak a helyrehozatala is aktuális lesz. Ez most bővült további pár négyzetméternyi új akárosodással. Sajnos ezeknek most nem igazán lehetne kilátni. Itt meg kell várni, amíg a falazat, a boltozatnak a vakolat és téglaanyaga az teljesen kiszárad. Tehát vélhetően a jövő szezon folyamán lehet majd hozzányúlni ezekhez a felületekhez, amikor már nem nedvesek. Akkor viszont már védve lesz, mert addigra már bőségesen át lesz adva a szépen felújított százéves. Nagyon bízunk benne, hogy a tetőfedő munkák addigra megnyugtatóan lezárulnak. Csaba, hogyan áll neki valaki ennek a szakmának egyáltalán? Tehát hogy kap kedvet ahhoz, hogy restaurátor legyen? Hát ez nehéz kérdés, nem tudom. Elsősorban a művészet szeretete én nálam, ez volt gyerekkorom óta. A festészet érdekelt, ezzel. A szobrászat érdekelt. Hát benne mindig úgy van, hogy tehát amikor ránézek egy ilyesmire, akkor mindig azt gondolom, hogy ez úgy kezdődhetett, hogy annak idején a strandon, vagy valahol egy homokozóban az ember elkezdte farigcsálni azt a vizes tömböt, ami ott volt, és abból próbált valami alakzatot kihozni, akár csak egy tornyot mondjuk, vagy egy várat, vagy valami ilyesmit. Ez nálad is így indult? Vagy volt a családban valaki? Édesapám fotózott, nem, de így indult pontosan, csak nem a homokkozóban, hanem ezzel a gyerek gyurmával. Gyurmával. Édesanyám iratott be, mikor megtetszett neki, mintáztam egy jegesmedvét, és édesanyámról egy aktot 5 évesen, és azt mondta, hogy ő annyira tetszik neki, hogy beiratott szobrászatra, tehát én 6 évesen így kezdtem. És mondd csak, jól döntött? Ó, azt hiszem, hogy igen, erre szokták mondani, ha újra kezdhetném, akkor se csinálnám másképp, de tényleg így van, mert ez lett az életem, én ezt szeretném csinálni, nem is nagyon tudom másképp elképzelni. Csaba, csak egy záró mondat, jól halad, vagy bocsánat, András, jól halad a templom felújítás? Igen, tehát a szobrász-restaurátori munkákból már tényleg csak egészen kevés van hátra, és hát utána itt még a szakipari munkákban a befejező javítások, és ami mondjuk a leglátványosabb rész, majd a színezés az van hátra, tehát amit már lehet látni a tornyon, ahol megvan a festés, és már lebontották az állványt is, egy ilyen színvilágú lesz az egész templom
megjelenése. Heitler Andrásnak és Barták Csabának köszönöm a beszélgetést. Mi köszönjük. Kedves nézők, mi pedig most akkor kilátogatunk a helyszíne, mármint a Szavária Karnevál néhány helyszínére. Képeket készítettek a kollégáink délután az építkezésekről. Ezt nézzék meg, aztán folytatjuk a beszélgetés sorozatot. Itt vagyunk a stúdióban együtt Horváth Györgyel, a Dr. Kis Gyula Kulturális Egyesület elnökével. Jó estét, Gyuri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Több apropó is van, hogy beszélgessünk egy picit, de talán a legfontosabbal induljunk. Ez egy emléktábla, amely az Egyesületnek egy új kezdeményezése, de nem ez az első. Nem, azt hiszem ötödik, vagy hatodik, már nem emlékszem pontosan, de ötödik biztos. Lajos bácsi azért jött szóba, mert születésének 100. évfordulója. Igen, hát mindig az aktualitások egészítik, vagy kérdeztenek valamit, és amikor az éves munkatervünket megbeszéltük, mert hogy az Egyesületnek az a feladata, hogy figyeljen a megye, a város kulturális értékeire, kezdeményezéseire, kitüntetést is ezért adunk azoknak, akik személyében olyan dolgot végeznek, vagy végeztek az elmúlt évek alatt. Kezdeményezünk utcaelnevezést, térelnevezést, és hát tábla elhelyezést is. Dr. Kuntár Lajosról, ugye újságíró, író, könyvtáros, helytörténész, tehát nem tudom, hogy mi az, amivel Lajos bácsi, ami a kultúrával összefüggésbe kerül, ne foglalkozott volna. Tehát egy nagyon-nagyon színes egyéniség, aki ugye tudjuk nem Szombathelyen született, de ez is egy érdekes történet, hiszen akárkit értesítettetek arról,
Mondjuk ugye itt Szent-Gotthárd városa is gyakorlatilag szóba jön. Mindenki azonnal jelezte, hogy valamilyen formában részt vesz majd ennek az emléktáblának a elkészítésében. Igen, hát ugye Csörödneken született, a féle szegény gyerekként, de jó tanuló volt. Szent-Gotthárdon érettségizett, a tanító bácsija jó voltából, illetve ajánlásával, és aztán Szent-Gotthárd tudósítója lett újságíróként, amikor végzett ott. Aztán Szombathelyre került, és aztán a háború elvitt a világháborúba, de hát az már nem az ő története, hanem itt rá szórt, vagy rá terhelt a történelem, és aztán írta az emlékeit, tette a dolgait. Ő egyébként egy nagyon találó jelzővel illette magát, nem tudom, hogy ez ismerős-e számodra, hogy a betű embere. És ebből a szempontból tényleg azt lehet mondani, hogy a betű embere volt, mert hogy írással, betű sokszorosítással foglalkozott, úgyhogy még a nyomdászokat is megírta, ahol dolgozott, mert ugye azért a rendszerváltó idők, azért az előző rendszerek híveit, vagy sikerembereit, vagy nem volt ő sikerember, de hogy is volt annyira sikeres ember, de hát az előző rendszer képviselőit ugye büntetik. Így aztán adminisztrátori munkakörben szintén a betűt verte, mert hát a gépíró is volt, ugye ő gépíró volt, az kéményseprőknél. És akkor megírta a kéményseprők történetét, és akkor így automatikusan jön az egyik a másikból, hogy helytörténész tevékenységbe kezdett, és aztán jött a következő, meg a másik, meg a harmadik. És aztán igazából azt hiszem, hogy valamikor a 60-as években, amikor már mégiscsak konszolidálódott a politika is, meg sok minden más, azért az ő tehetségét, vagy képességeit, miután pláne elvégezte az egyetemet, könyvtáros lett, azt követően ugye nem lehetett csak úgy semmibe venni, ő a népművelő intézet, vagy a népművelési intézet, vagy népművelési tanácsadónak mondták akkor. Hát ez egy két irodás. A vezetője volt ő, ugye? Annak volt a vezetője. Igen, és akkor megint csak olyan dolgokkal foglalkozott, mert hogy egy kicsit ilyen szempontból tényleg sokoldalú ember volt, hogy szervezéssel foglalkozott. Kutatott, keresett embereket, helyeket, helyszíneket. Ő fedezte föl Velemet, és a velemi képzést ő indította be. Ő járatta be kiváló szakemberekkel. Ő szoktatta oda az énekkarokat, de ahogy tetszik, az Ungareszka Néptánc Együttest is, és sok minden mást, ami a közművelődés területén annak idején ugye felszálló ágba került. Bocsáss meg, hogy megkezdem tőle, de te mikor ismerkedtél meg vele? Én gyakorlatilag, amikor főiskolás voltam. Befolyásolta esetleg azt, hogy egyértelmű, mert főiskolásként is mi bejáratosak voltunk. Olyan, a Széchenyi utcában volt két iroda, olyan két iroda volt, hogy egy ajtón bemenni, abban volt a Lajos bácsi, a másik ajtón kijöttünk és bementünk a másik irodába, abban volt meg a dr. Horváth Mária, aki dr. Horváth Máriának hívnak, akkor még csak Horváth Mária volt, aki a segítségére szolgált, és ő összegyűjtötte azokat az embereket, szakembereket, akik a gyakorlatilag azt lehet mondani, akik a főiskolán utána tanítottak, akik a népvelés tagozatot, vagy a népvelés szakot indították. Ő jóba és ismerettsége folytán jóba volt a igazgatóval. A főiskolai igaz, a Szalai? Nem a Szalaival, az elődjével, a nyelvésszel, Köszegém, igen. Nem mindegy, a szomszédja volt, vagy a harmadik szomszédja volt, és ő vele rendkívül jó kapcsolatot, és gyakorlatilag a népvel is képzés indításakor ő nagyon jól helyén voltak, és ők közösen alakították, ha úgy tetszik, Súgott a Lajos bácsi, ha úgy tetszik, segített, és a népvelő képzés dolgaiba ő ugye bejáratta magát a tanácsadóba, és akkor ennek megfelelően ment tovább. Én azt nem is tudtam egyébként, hogy ő például vasi népmeséket gyűjtött. Hát ez úgy gondolom, hogy úgy maradt rá, hogy íróként ő neki meg kellett ezzel küzdeni. Illetve hát emlékeiben ott voltak. Hát, Én három kötetét találtam meg, a Furfangos Tilinkó, az Arany Rózsafa, illetve a Bűvös Ládikó. Készült az ő életéről egy kis összeállítás életrajz adatokkal, és hát fantasztikus, hogy mi mind. Hát éppen ezért kezdtem talán én is, ugye az elején. Hozzá hasonló
tudású, illetve hozzá hasonló kaliberű ember volt dr. Kis Gyula, az igen. Egyesület névadója. Ők ismerték egymást? Ők hogyne, együtt dolgoztak sokat? Hogyne, sokáig. Na, sokáig természetesen, és nagyon sok mindenben. Hát ő abban a csapatban tartozott, akik járták a megyét. Akik Palkó Pista bácsin az uh-huh. előbbi igazgató, az első van, igazgató neve most, hogy beugrott. És a Palkó Pista bácsi valahogy a tarrendet, meg egyebeket indították ő vele, meg a gyakorlati munkát beszélték. A Kis Gyula bácsi egy nárai, ha jól emlékszem, egy nárai úton ismerkedett meg István Lajossal. Uh-huh. Hogy mentek mind a ketten valamiért náraiba, és hát ott is ismerkedtek meg, és ugyanazzal a céllal mentek. Uh-huh. És aztán utána meg ugye hosszú éveken keresztül együtt dolgoztak. Gyuri, beszéljünk egy picit arról, hogy ha megvalósul, hány százalék most jelen pillanatban, hogy a táblát fel tudjátok majd avatni? Mennyi pénz kell egészen? 100% szerintem, tehát mert az ígéretek, ajánlatok oldaláról gyakorlatilag. Azért említsük meg, kik segítenek benneteket. Hát először az önkormányzatok, ugye a Csörötnek Szent Gotthárd, mert ő díszpolgár, uh-huh. aztán Szombathely nagyon tisztességesen, és a megye. Ez az önkormányzati támogatás. Plusz az egyesület, megyeik, igen, a megyei... gyűjtése, ugye, mert gyűjtitek a támogatókat. Tehát igen, igen. Egykori igen. tanítványok, barátok, ismerősök, és utána jönnek a akik szívének. Amit tudnak segíteni, igen. Továbbra is lehet segíteni, ugye? A Kis Gyula Egyesületnél lehet keresni azt a számlaszámot, amire lehet utalni ezeket az összegeket. Átadásra mikorra kerül sor? Szeptember 20-án akarunk egy emlékező napot. Ennek a helyszíne a művészeti szakközépiskola lesz, azért mert, hogy szemben van a Lajos bácsi háza, és akkor így egyszerű és könnyen megoldható a szervezésileg, és ott emlékezünk az ő munkásságára, egybelség a Vasi Honismáti közlemények évfordulós eseményével, tehát arra is emlékezünk, emlékezünk emberre, szakemberre, barátra, és kollégára. És konferencia lesz és ez, vagy ez tanácskozás lesz? Szakmai tanácskozás, lehet konferenciának. De nyitott, tehát oda is bárkit vártok. Igen, igen, igen. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és bíztatunk mindenkit arra, aki ismerte Kuntár Lajos bácsit, hogy a maga módján, ha tudja, akkor támogassa ezt az elképzelést. És hát hasonló, nagyszerű ötleteket kívánok nektek, és ugyanolyan lelkesedéssel, mint ahogy eddig megvalósítottatok mindent, kívánom, hogy minden álmotok, vágyatok valósuljon meg. Nagyon szépen köszönjük. És ehhez nagyon jó egészséget kívánok neked is, és az Egyesület minden tagjának. Köszönöm szépen, további szép estét neked, kedves nézők, mi pedig, amíg a helyszínen csere lesz, átülnek majd vendégeink, nézzünk meg egy bejátszást. Ám most nem arról, hogy miként készül a város az idei karnevára, hanem beletekintünk egy néhány perc erejéig a tavalyi karnevál hangulatába.
Közben már súgom a vendégeimnek, hogy köszönöm szépen, hogy ideértek, hiszen egy rendezvényről érkeztek, egészen pontosan Fűszha Balázs irodalomtörténész, Katona Attila pedig történészként. A stúdiónk vendége, köszönöm az uraknak, hogy elfogadtátok a meghívást. Azért mondom, hogy köszönöm, hogy ideértetek, hiszen a Génius Savarensis Szabad Egyetemnek az idén, ugyanúgy, ahogy a tavalyi esztendőben, nagyszerű programjai lesznek a karnevál ideje alatt, és az első megnyitására már sor is került. A vágy villamosa, hogyha most így szabadon próbálom ezt a beszélgetésbe bevezetni, ugye Tennessee Williams nagyszerű darabja alapján, Balázs, ugye te fogalmaztad át a programot. Igen. Hogy hangzik az idén? Vágy a villamosra. Vágy a villamosra. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű ötlet. Hol a helyszín? A Schmidt Múzeum udvarában, és 7 órakor volt szerencsém megnyitni, és azért is vagyok sárgában, mert a villamoshoz alkalmazkodtunk, talán a tanár úr is azért sárga. Szóval két fiatal, kiváló művész, Stranyák Zsófia és Bubrek Balázs kiállítását, grafikákat és festőművészi alkotásokat. A villamosban nyílt meg ez a kiállítás. Meglepően sokan voltak a megnyitón, nem tudom, talán legalább 80 ember, lehet, hogy 100 is, de 80 körül biztosan voltak. Picit beszéltem a Génius Savarensis alapítványról, és hát persze a kiállításról magáról, és megpróbáltam megfogalmazni azt, hogy miért fontos mindannyiunk számára a villamos, mert mindannyiunk számára a villamos az a vágyainkat, álmainkat, a nosztalgiáinkat, a gyerekkorba való visszavágyódásunkat jelenti, meg persze azt is a villamos sín, hogy a határozott vágányoktól, a kijelölt pályákról mennyire szeretünk eltérni, és szeretjük a váltókat, és szeretjük az oldalelágazásokat, szóval a villamos maga az élet. Lesz egy kisebb összejövetel a villamossal kapcsolatosan is, ugye ott azon a helyszínen mindegyik kötök egy rövid kis előadást tart, egy villámkonferencia jellegű dolog lesz. Én azt gondolom, ez ebből a szempontból fontos, aztán Attila majd javíts ki, hogyha úgy gondolod, hogy, vagy Balázs te is, hogy ez nem igaz, hogy ez egy kollektív álom, nem? Ennek a városnak itt álmában néha minden szombathelyének már, akik úgy emlékeznek vissza rá, még mindig csilingel a villamos, ha egy picit, nem? Ez egy ilyen kollektív vágy vagy álom, és azt gondolom talán a legfontosabb az, hogy ennek az igénynek a fenntartása, ugye? Tehát, hogy hát, ha egyszer majd mégiscsak lehet egy valami hasonló dolog. Igen, ebben. Hát, áruljuk el azt a titkot, hogy amikor tavaly etájban, tehát éppen a karnevál, nem tudom, előestéjén, tehát vigiliáján csinált először programot a Génius Szabad Egyetem, hát kollektívája az az Ízeumban volt, akkor ott Balázs vetette fel ezt a kérdést, és szemmel láthatólag akkor is jelenlévő körülbelül 80 főnyi társaság ezt ilyen örömmel fogadta, és akkor úgy onnét jött az ötlet talán, hogy ennek legyen egyfajta folytatása, és valóban itt ugye, hát nem mérnökökről van szó, nem közlekedési mérnökökről van szó, hanem igazából filoszokról, történészekről, vagy kultúrtörténészekről, akik nek az a feladata, hogy a gondolkodásban kinyisson olyan ajtókat, amelyeket mondjuk esetleg egy racionális mérnök vagy egy közgazdás nyilván másképp lát. Erről van szó, és igazából nem akar több lenni, de szemmel láthatólag ennek van egy ilyen olyan kulturális jelentéstartalma, hogy van erre egyfajta igény. Majdnem azt mondhatnám, egyfajta hagyomány ápolás, vagy egyfajta hagyomány, ami köré lehet ezt a gondolatot szervezni. Most tekintettel arra, hogy a Szabad Egyetem vezetősége úgy ítélte meg, hogy a tavalyi programok, amelyek ilyen promóciós jellegűek voltak, azok olyan értelemben is úgy gondoltuk, hogy sikeresek voltak, hogy ott a közönség ezt öröm elfogadta, és hogy akkor ott az volt a célunk, hogy egyáltalán megismerjenek minket, és a rendelkezésünkre álló, mondjuk így, hogy tanév alatt meghirdethettük a programunkat, első fél évben egy tehát egy történeti sorozat volt, egy Savaria történeti sorozat, azt mondhatnám 70 főnyi részvel, 60-70-en voltak, egyes adásokat, előadásokat itt a tévében is utólag lehetett látni, ez tavasszal is folytatódott, akkor más helyszínen, de tavasszal már újabb programokat is megindítottuk, tehát hogy az a cél, hogy minket megismerjenek, én úgy gondolom, hogy akik iránt ilyen vágy van, ezt sikerült a Szabad Egyetemnek elérni. Most egy icipicit úgy a tartalmiságában azért van egyfajta váltás, akkor a város történetére helyeztük a hangsúlyt, most pedig úgy gondoltuk, hogy egy kicsit alkalmazkodnánk, vagy kiegészítenénk azokat a programokat, amelyek egy program
helyszíneket, amelyek a városban található. És akkor most beszéljünk is erről néhány szót, hiszen a helyszín most az Ízeum is lesz, ha jól emlékszem, mert ott is lesz előadás, tehát többek között a Zsidó udvarban lesznek előadások majd, és hát a Schmidt Múzeum előtt ott a villamos környékén. Igen, az alaphelyszínünk az a villamos a Schmidt Múzeum kertjében, ahol nagy szeretettel és örömmel fogadtak bennünket. Földíszítették a kertet léggömbökkel és kis világító mécsesekkel, úgyhogy már most rettentő jó hangulat van, és az emberek egyszerűen a megnyitó után ott maradtak, és várják a 8 órakor kezdődő Slam Poetry bemutatót, ahol 6 egyetemista tolmácsolásában, átírásában a 12 legszebb magyar verset hallgathatják meg. Szóval érezhető a levegőben egyfajta várakozás, nem csak vágyakozás a villamosra, hanem egyfajta várakozás. Ez egy jó példamutatás, amit ti tesztek, mert annyira sikerült a hallgatókat bevonzani a nyári tehát most a Szavária karnával idejére is, tehát nincsenek itt, ugye eleve otthon vannak. Hajlandók eljönni, hajlandók felkészülni, hajlandók írni, hajlandók énekelni, zenélni, tehát ez egy fantasztikusan jó példamutatás, és ehhez gratulálni kell. Hadd mondjam, hogy ez a program is, a Slam Poetry, meg hát nyilván amivel mi is jövünk, egy icipicit hát a komolyabb műfajok közé, tehát a nehezebb műfajok közé tartozunk. Na most tudjuk, hogy nem ez a karnaválnak a természete, ott mégis ilyen, azt mondom, kuliminális élvezetek kerülnek előtérbe, és a szórakoztató, nincs ezzel semmi gond, de én úgy látom, hogy van ilyenre is igény. Tehát, és nem tudom, én egy karnevál szintjét azt mondhatnám jól jellemzi, hogyha mondjuk így a nehezebb fajsúlyú dolgok is néha megjelennek. És mint a Balázs is elmondta, úgy tűnik, hogy erre azért van egyfajta több tucatnyi igény. És nyilván most már a karneválnak el kell menni értelemszerűen. Eddig is azért a szórakoztatásban ugye különböző stílusú zenekarok vettek részt értelemszerűen, de hát mondjuk így a prózaiság tekintetében azért a kínálat sok tekintetben szerényebb volt. Itt ugye az a más, hogy itt nem hivatásos előadók jelennek meg, hanem hát tulajdonképpen profi, tehát amatőrök, akik reméljük profi színvonalon teljesítenek. És fiatalok. Amit átemeltetek az előző évből, az ugye most a villamostól indul, de egyébként máshonnan indult a reformkor, mint tudjuk. Tehát az irodalmi séta az idén is lesz. Igen, lesz. Szombaton 2 alkalommal 9:30 és délután 3 találkozom az érdeklődőkkel, szintén a villamosnál, mert hogy minden út a villamoshoz vezet Szombathelyen. Szimbolikusan legalábbis, és érzelmeinkben legalábbis, és egy másfél órás séta keretében szeretném nekik bemutatni azt a gondolatot és alátámasztani, hogy itt kezdődött a reformkor, és persze Széchenyi István szombathelyi érettségijétől kezdve Vörös Sándorig, Petőfi Sándorig, Berzsenyi Dánielig és James Joyce-ig mindenféle irodalmi emlékhelyet meg fogunk látogatni, és ott egy kicsit én beszélek, lehet kérdezni. Nagyon élvezetes volt a tavalyi séta, én akkor volt szerencsém végig sétálni veled, hát fantasztikusan jól éreztem magát a közösség. Egész biztos, hogy így lesz. Nézzük a többi helyszínt. Történelem is lesz, irodalom is lesz, Pusztai professzor úr most nincs itt, de neki is lesz egy előadás a többek között. Egy néhány gondolatot ízelítőként ezekről van, is beszéljünk. Péntek délután lenne a Zsidó udvarban egy ilyen program, és a hely szelleméhez alkalmazkodva két olyan, hát tulajdonképpen ilyen előadást terveztünk. Az egyiket Pusztai professzor tartaná, ez nyilván a Zsidók a magyar nyelvészetben címmel felvillantaná azokat az arcokat, főleg 19. vagy 20. század első felében tevékeny hát elsősorban finnugristákat, és akik azért sokat tettek ahhoz, hogy a magyar nyelvtudomány tudja a saját önmaga múltját és történetét. A másik előadást azt a Balázs tartaná. Diákjaimmal. Én azt akarom mondani, hogy ez egy olyan előadás, amiben irodalmi betétek is vannak. Ez Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni emlékezete lenne, tehát Radnóti Miklós és feleségének az emlékezete lenne. Úgy gondoljuk, hogy ilyen verses összeállítás, és közben azt mondhatnám, egy kis irodalmi kalauzolás az
ezen a helyszínen is, hát többszörösen is aktuális részben az évforduló kapcsán, részben pedig hát tulajdonképpen a helyszelleme kapcsán is. Az álmában csenget egy picit, csönget egy picit egészen pontosan mikrokonferencia. Azért érdekes, mert azt gondolom, hogy ha minél többen jönnek, és ugyanúgy, ahogy tavaly, amikor felvetetted Balázs az Izeumban az ötletet, ha megint minél többen hozzászólnának, elmondanák a véleményüket, tennének javaslatokat, annak örülni lehetne, ugye jól gondolom? Abszolút, és arra is számítunk, hogy esetleg az érzelmi érveiket is elmondják. Elmondják a tömegközlekedés megkönnyítésével kapcsolatos technikai és vasárnap lesz ez, gyorsan mondjuk. Igen. El, hogy vasárnap 11 órakor természetesen a villamosnál. De az emlékeiket, a nosztalgiáikat, mert hogy valójában a villamos is valami olyasmi, ami megkönnyíti a kijutást a vasútállomásra és a távolabbra, a nagy utazás egy olyan kis utazás, amely a nagy utazáshoz vezet bennünket. De a villamoshoz annyira kötődünk érzelmileg, talán azok is, akik nem élték meg a szombathelyi villamos létezését, bennük is van egyfajta szimbolikus nosztalgia vagy vágyakozás arra, hogy igenis legyen villamos Szombathelyen. A villamos pont olyan sebességgel megy, amilyen sebességgel képes befogadni az ember a körülötte lévő világot, és ez nagyon fontos. Szép gondolat. És egy picit azzal zárnánk, mert vasárnap, hogy reméljük aztán, hogy az idők egyes is lesz hozzánk, és a szabadtér, mert azért ezek szabadtérben zajló programok is, és hát végre tudjuk vinni a programot, hogy egy kis helyszín és időpont módosítást lenne, nem az, ami a karnaváli újságban szerepel. Tehát vasárnap délután egy órával előbbre hoznánk a könyvbemutatót, amely a Bedics tanár úrnak az első világháborús emlékhelyekről szóló könyvét. 14 óra. 15 óra, tehát délután 3 és 4 óra között lenne a villamosnál, tehát a Schmidt Múzeumban. A gond az, hogy vasárnap délután is a Schmidt Múzeum egy 4 óráig tart nyitva, és akkor itt ott véget érnének a programok, és akkor, ami utalónak volt írva, ez a Slam Poetry, a 12 legszebb magyar vers, igen, az az Ízeumban lenne, nyilván az Ízeumban lévő szabályoknak megfelelően, ott ugye este 3-4-6-kor van úgynevezett templomzárás, ami egy szakrális esemény, akkor és előtte lenne akkor egy ilyen profán esemény, és azt megelőzően az Ízeumnál van egy program, ez a gasztronómiai, tehát az ókori Róma gasztronómiai élvezeteibe adnának, hát nem csak bepillantás, hanem gondolom valami kis falatokat, és akkor utána a közönség kint az udvaron jó idő esetén meghallgatná a fiataloknak ezt a 12 legszebb versről átalakított verzióját, és akkor utána ott egy templomzáró lenne. Azért gondoltuk, hogy érdemesebb átmenni oda, mert hát a városnak ezen a részén még vasárnap este úgymond van élet, de a városnak azon a részén, mondjuk a Berzsény téren is, ahol már ugye lassan már bontanak, meg hát a záróra a hangulat uralkodik el. Jobb lesz az Ízeumban. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást, és hát az őszi szemeszterekről meg majd egy későbbi adásban természetesen még beszélgetünk. Minden esetre a mostani rendezvényekhez sok sikert nektek, és nagyon jó időt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézők, önöknek köszönöm megtisztelő figyelmüket. Töltsék nagyon kellemesen az időt, az előttünk álló 3-4 napot, még a ma este is ugye itt van a karnevál helyszínein, ne hagyjanak ki semmit, próbáljanak meg minden rendezvényre eljutni, bejutni. Köszönöm még egyszer is megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!